Tisztelt Eminenciás Tudós Úr, tisztelt Anonimár Úr, Hölgyeim és Uraim! Minden évben öröm számomra, amikor innen indul el az országra rendezvény sorozat, hogy aztán a különböző kulturális intézmények, egyházművészeti képzeléseik egymás után legyen átadóvá országszerte a nagy közönség előtt. 2008-ban, amikor nyár elején Dragon ismert az Arszaka kuratórium elnöke, valamint kollegiaikum és korosztai irodakurátor megkeresett Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatóját, hogy itt rendezhessék meg az átadóvát álló programsor megnyitóját, senki sem gondolta volna, hogy attól kezdve minden szeptember 3. hétvégén közös programok lesz. A valamikor iszakrális művészetet tette, már a 10 napos Arszaka Fesztivállal nagyszabású programsorozat rájönte ki magát, évről évre gazdagabb programmal tenni a látogatók számára átérhetővé, megfoghatóvá a hétköznapi világban jelenlévő szakralitás. A látogatók évről évre tapasztalhatják, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei milyen sokszínű anyagot őriznek ebben a tekintetben is. 2017 felé még inkább különleges a számomra, hiszen 3 évtizedi kiállításon is éleszteni az Arszaka koncepciójába. Az igeidő, a reformáció 500 éve kiállítás, a magyarországi reformáció történetének folyton változó összetett viszonyaival is megtudják látogatni, 100 kölcsönzőt intézni 400 tárgyán keresztül. A 20. századi közösségi életkor kamaratállatok olyan kérdések és mondókat megérhetünk meg, melyek segítségével megérhetjük, átélhetjük, hogyan tartottak a protestáns egyházakra, híveikre a 20. század sorsfordító eseményei. Szeretettel várjuk Önöket szeptember 19-én a keresztkőben, keresztény üldözés a közel-keletet kiállításon, fél 4-kor kezdődő megnyitójára. A kiállítás célja, hogy tudományos alapokra helyezve, történetileg és szakmailag alátámasztva megírja a figyelmet a közel-keleten zajló folyamatokra, rámutasson a helyzet tarthatatlanságára, betárja az okokat és felvázolja a következményeket. A bemutató személyes történeteken keresztül szeretném felvetni a figyelmet azokra az egyénekre, akik egy-egy közösséghez, kultúrához való tartozásuk miatt szenvednek el ma is rendkívül súlyos atrocitásokat. A már most is megtekintett váradon és az Arszaka programsorozaton belülben kérdezett tárlatvezetéseken nem mindennapi élményeket szereztetünk arról, hogy a hit, a remény és a szeretet milyen erővel képes győzelmeskedni a legnehezebb helyzetekben is. Zárásként és útra valóként az egyik interjú alanyunkat, Zsákmúlánkat elvidézem, akit az ízész 84 napig tartott fogva. A gonosz soha nem győz. A gonosznak vége lesz egy napon. A háború véget fog érni. Mindig ez a véleménye.